a pletykás asszony. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy házas pár. Az asszony Drézsinek hitták, az ember meg Ambarus. Ambarus olyan áldott jó ember volt, lehet, hogyha a falra feldapcsantották volna, még ott is maradott volna. Drézsi olyan volt, mint a veszedelem. Szeretett pletykázkodni. Egy este azt mondta Ambarusnak az egyik komár. Jaj! Jaj, komám uram! Hát Ken nem vette észre, hogy a Ken felesége mennyit pletykálkodik? Hogy hordozza a híreket a faluba? Komám uram, én nem vettem észre, de most hazamegyek s próbát teszek. Dregált Rézsi jó korán felkelt, s kiment felni az istálóba. Oda bent kivett Ambarus a szakajtóból egy tyúk tojást, s bédugta maga mellé a dony halát. Egyszer csak bejött Rézsi, s mindjárt veszekedni kezdett az urába. Jaj, édes feleségem, ne veszekedj! Mert olyan dolog történt velem az éjjel, hogy nem es tudom. Elmondja meg, vagy nem. Mondja már, no, mi történt Kentbe? Nem, mert elmondod. Nem mondom én, itt üssön meg a guta. Akkor Ambarus kivette a dony halul a tyúk tojást, s azt mondta. Nézd csak, asszony! Az éjjel megtoltam. Mutassa csak! Hát ez tisztára olyan, mint egy tyúk tojás. Csak mint egy kicsit hosszabb acska volna. Tudja-e mit, ember? Most jutott eszembe. El kell futnom a kútra a vízért. Drézsi, alig várt, hogy találkozzék valakivel. A szomszédból Bori lényel s ott volt a kútnál. S azt mondja neki Drézsi. Képzelje, Boriné, az uram az éjjel megtolt kettőt, de nehogy elmondja valakinek. Boriné úgy sehetett hazáig, hogy a vederből a vizet mind kilepcsegtette. Otthon már mondta is az édesanyám. Képzelje, édesanyám, mit hallottam Drézsi nénitől? Azt mondta, hogy Ambarus be az éjjel megtolt hármat. A szalmazsákból a szalmát mit kitépte? Lehet, hogy a tojásait ki akarja tölteni? Ő csak le egy kicsit, leányom. El kell futnom keresztanyádékhoz a tejverőjét. Jaj, édesanyám, de nehogy elmondja valakinek, amit tőlem hallott. Isten őriz! Az öreg asszony futott. Komám asszony! Komám ura! Képzeljék el, mi történt nálunk a szomszédban. Az a süsű ember Ambarus az éjjel megtolt. Négyet! Úgy kérlek, hogy meg se lehet közelíteni. De nehogy elmondják valakinek. Így ment az egész áldott nap a fejében. Este felé már azt beszélték a faluba, hogy Ambarus bá az éjjel megtolt. 99-et ki is kötött. 33 kakas lett, 33 kapan lett, 33 ércke, és még egy tojás, még záponos maradt. Ambarus este elballagott a kocsmában. Mikor bénított, a komák szűnte hanya teste. Mi az Ambarus? Kendit? Miért? Hát hol kéne legyek? Mi azt hallottuk, hogy Kend az éjjel megtolt, ki is költötte, és Kend úgy rúgja a ganyédombot a sürkébe, hogy el se lehet közelíteni. Ezt beszél. Én most hazamegyek, s hol megvárom a feleségemet. Menjetek
Hát, megverték az emberek az asszonyokat. Vagy nem? Én azt nem tudom. De azóta a műfalunkba egy pletykás asszony se lehet találni rajtam kívül.